Sziasztok! Köszöntelek benneteket a Zoom májusi adásában, amelyben megtudhatjátok, milyen díjban részesülhetett az MNAMK matematika tanára, valamint az internetes ismerkedés csapdájáról is hallhattok. Új rovatunkban pedig egy aktuális kérdésről faggattuk a fiatalokat Baján. Tartsatok velünk ma is! Novembertől digitálisan vesznek részt a tanórákon a középiskolások. A hosszantartó bezártság és a képernyő előtt töltött már-már aggasztóan sok idő miatt az eddigi beszámolók alapján a gyerekek motivációja egyre fogy, amelyet a szülők mellett a tanárok igyekeznek fenntartani. Ez díjazta idén a MOL Alapítvány a Kedvenc Online Tanárom 2020-as különdíjjal, amelynek egyik nyertese a bajai MNAMK matematika tanára, Ivánkovics Anita lett. A fiatalok életében különösen nagy szerep jut a szülők mellett a pedagógusoknak is, akik ugyanúgy nevelik és segítik az úton a diákokat, akár az iskolában, akár egyéb szabadidős foglalkozásokon. A MOL Alapítvány minden évben elismeri azoknak a tanároknak és edzőknek a munkáját, akik különösen nagy energiát fordítanak tanítványaik fejlesztésére és tehetségük gondozására. Az utóbbi időszakban a digitális térbe költöző pedagógiai munka elismeréseként idén a Mesteremdíj mellett külön díjas kategóriát is hirdettek, értékelve ezzel a tanárok erőfeszítéseit ebben a mindenki számára nehéz időszakban. Pedagógusok, mesterpedagógusok és utánpótlás nevelő edzők díjazása, illetve a munkájuk iránti figyelemfelkeltés, ez 2007 óta végzi a MOL Alapítvány. És azt láttuk, hogy most a hirtelen a COVID-19 miatt bevezetett online oktatás szükségessé tette azt, hogy azoknak a pedagógusoknak a munkájára is felhívjuk a figyelmet, akik nagyon ügyesen, nagyon frappánsan és innovatív módon adtak választ, illetve folytatták a tehetséggondozó és oktatói tevékenységüket ebben az online térben, akik nem csak megtartották az óráikat, hanem ebben a különlegesen nagy megterhelést jelentő időszakban is tudtak a diákjaikkal kapcsolatot ápolni, és reagálni ezekre a kihívásokra. Illetve maguk is új módszereket fejlesztettek ki, új kezdeményezéseket tettek, egyrészt a diákok, illetve a családjaikkal való kapcsolattartásra is. Ezt a célt szolgálta a 2020-ban ajándékozott, vagy átadott a Kedvenc Online Tanárom 2020 címmel ellátott külön díj. Egykori és jelenlegi diákok nevezhették tanáraikat mindkét díjra, amelyeket december 31-ig fogadott az alapítvány. Így volt ez a bajai MNAMK-ban is, ahol az intézmény matematika tanára Ivánkovics Anita részesülhetett a Kedvenc Online Tanárom 2020-as külön díjban, Bács-Kiskun megyében egyedüliként. Ez egy fantasztikus dolog. Talán ahhoz tudnám hasonlítani, mint mikor a szürkek felhők között felragyog a napfény. Ha szülőként belegondolunk abba, hogy most hirtelen abba a helyzetbe kerülnénk, hogy a gyerekeinket képernyőn keresztül kell nevelnünk a jövőben, személyes jelenlét nélkül. Gyakorlatilag ebbe a helyzetbe vannak most már a pedagógusok, ha úgy nézem egy éve, ha úgy nézem, akkor a mi pedagógusaink a középiskolában 9. osztálytól felfelé október 22-e óta. Ehhez még van nekik egy apró kicsi feladatuk, hogy nekik tudást is kell átadni, a nevelés az csak egy része ennek a munkának. Anitára, ha gondolok, nekem két fogalom jut eszembe. Az egyik az elkötelezettség. Ő egy mélyen elkötelezett pedagógus, nagyon-nagyon szereti a szakmáját. Én nem is tudom elképzelni, hogy más csinálna, mint tanítson. És ő a matematikát úgy tanítja, hogy nem a zseniális diákot célozza meg, nem a közepes diákot célozza meg, nem a leszakadót, hanem mindegyik diákot. Neki minden egyes diák egy fontos feladat. A leszakadót ugyanúgy felzárkóztatja, mint ahogy a zseniálisat segíti az úton. És ez a másik fogalom, ami így eszembe jutott Anita kapcsán, az a szenvedély. Hiszen ezt csak akkor lehet csinálni, hogyha ehhez lobog a láng, amivel ő azokat a pici lángokat lángra lobbantja a gyerekek lelkében. És na, ezt tükrözi vissza ez a díj szerintem, mert tudja azon a szürke monitoron keresztül megtenni ezt úgy, hogy vele marad a diák, hogy dolgoznak vele, hogy ott vannak, hogy nem adják fel, hogy onlineban is működik a matematika óra. Mezőfi Réka és Reinhard Christopher tavaly érettségizett az intézményben. Réka egy évet azonban maradt. Jelenleg turisztikai tagozaton bővíti ismereteit.
Állítása szerint nekik kevesebb jutott a digitalizáció megpróbáltatásaiból, mégis nehéz volt számára az érettségre történő felkészülés, de az iskola és a matematika tanár felkészültsége és hozzáállása sokat segített neki és társainak. Úgy gondolom, hogy mi a tanárnak rengeteget köszönhetünk, szerintem én az osztálytársim és a diákjai nevében is nyugodtan beszélhetek. Abszolút ő az otthoni digitális eszközeit folyamatosan fejlesztette, ha bármire szükség volt következő órán, az már ott volt. Úgyhogy én ugye humán beállítottságú vagyok inkább, ezért én nagyon féltem is az érettségitől, de nem is gondoltam volna, hogy így le tudok érettségizni a tanárnő segítségével, és szerintem mindenki a legjobb formáját hozta ki a tanárnő segítségével ebből az egész helyzetből. Úgyhogy ez is számunkra nagyon érdekes volt, hogy nem voltunk bent, ugye alapból egy druk az érettségi, így meg aztán pláne az volt, úgyhogy a tanárnő az nagyon-nagyon segített nekünk ebben az egész felkészülésben. Ki tudsz emelni valamit a matematika órákról? Visszaemlékszel-e valamire, ami különlegesen kellemes érzéssel töltött el, vagy jó volt így a tanárnő részéről, akár az anyag szempontjából, akár az emberi részéről? Szorgalmi feladatokat folyamatosan kaptunk, amik mindig olyan érdekesek voltak számunkra, ugyanis nem tudom, hogy honnan szedte őket a tanárnő, de voltak benne poénosabb részek is, így mindenki meg is csinálta folyamatosan ezeket a feladatokat, és bármikor a napszak bármely pontján keresettük a tanárnőt, szerintem pár percen belül már érkezett a válasz, a segítség, úgyhogy maximálisan mellettünk állt, és támogatott minket mindenben. Én azért jelöltem őt, pontosan az érettségi jegyem véget is, hogy nem számítottam erre a jegyre, ahogy fel tudott minket készíteni, és ugye amilyen eredménnyel le tudtunk érettségizni. Meg úgy gondolom, hogy emberileg amilyen támogatást mi kaptunk ez az X hónap alatt tőle, szerintem így most az online oktatás alatt, szerintem ezt nagyon, nagyon kevés ember tudta volna ezt így végigcsinálni velünk, ugyanis mi is lelki állapotban eléggé alacsonyan voltunk, hogy így fogalmazzak, ez végett, és ő végig támogatott minket ez az idő alatt. Christopher Rékával egyetértésben mesélte el tapasztalatait. Van egy dolog, amit ő át tudott úgy adni ebbe a kis időszakban, amit más tanár úgy nem. És nem azt jelenti, hogy a más tanárok rosszul adták át, hanem csak azt, hogy ő nagyon jól látotta, ez pedig a lényege a matematikának, tehát a lényege, amit a tantárgy mond, és ő ezt mindig mondta, hogy lehet, hogy mondjuk egy kiló narancs vásárlásánál nem használd a másodfokú megoldó képletet, de a matematika arra tanít, illetve abban segít, hogy a probléma megoldó képességed jobb legyen. És ahogy most is tanulok tovább, látom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát az, hogy a problémát azt ne a végnek kezeljük, hanem az egy kiinduló pont, egy valami jobb felé, és jobban lehet teljesíteni utána. Te ki tudnál emelni egy kellemes pillanatot, vagy van-e legkedvesebb emléked így a tanárnővel kapcsolatban, akár a digitális oktatásból főként? Emlékszem, ami egy nagyon eszembe jut, az utolsó óra, még mielőtt matematika érettségi előtt. Tehát úgy volt, hogy mi azt hiszem szerdán írtuk a matematika érettségét, és kedd este kérte, hogy hívjuk, hogy még beszéljünk, és még elmagyarázott pár dolgot, de akkor így aztán este még már azt mondta, hogy jó, akkor most elég, és most csak beszélgetünk, és egy ilyen biztatás volt, hogy jó fog sikerülni, az érettség nem kell izgulni, és egy ilyen nagyon kellemes kis búcsú volt a matematika érettségi előtt, vagy a felkészülés a matek érettségére, de egyébként úgy minden alkalom egy jó alkalom volt. Mindig történt valami órán, ami olyan, amit ki lehetne emelni, de szerintem jók voltak az óráink. Én élveztem, én szerettem menni, és szerintem a többiek is az osztályomban. Hodovány Tamara jelenleg még gimnazista éveit tölti az intézményben. Neki is hiányzik, hogy újra az iskola falai között lehessen társaival és tanáraival. Az ő kapcsolata valamivel szorosabb a pedagógussal, ugyanis az ő osztályukat vezeti Ivánkovics Anita. Ahogy a többiek, úgy Tamara is hozzájárult egy jelöléssel az elnyert különdíjhoz. Ha jól tudom, összesen 23 jelölést kapott a tanárnő, és én azért jelöltem, mert úgy gondolom, hogy minden szempontból megérdemli ezt a díjat. Gondolok itt például a törődésére, a tanítási módszereire, és hogy mennyire türelmes és odaadó velünk.
ki tudnál emelni néhány dolgot, vagy esetleg esemény, pillanatot, amikor a tanárnő erőt adott neked? Hogyan tanít ő? Mit tudsz elmondani? Hát a tanárnő tényleg csupa szív egy személy, és igazából olyant is csinált, hogy PPT-t, prezentációt, hogy a karantén minden napjára csinált nekünk ilyen motivációs idézeteket, amiben tényleg nagyon motiváló és jó érzés volt, hogy így törődik velünk a lelki világunkkal, és nem csak a tantárgyára összpontosít, hanem ránk is, hogy mit érzünk. Az osztályfőnök saját diákjai mellett még 5 matematika csoportért felel az intézményben. Ivánkovics Anita elmondta, nem számított ekkora elismerésre. Nagyon-nagyon jó érzés a diákok támogatásával díjat nyerni, hiszen így elismerték a munkámat, hatalmas megerősítés és motiváció is egyben a továbbiakat tekintve. Én tudtam, hogy jelöltek a diákjaim, mert e-mailen érkezett a MOL alapítványnak ez a pályázata, és én küldtem nekik tovább, mivel minden ilyen dolgot továbbítani szoktam, amire ők azt mondták, hogy ez az én díjam, úgyhogy ők erre engem jelölni fognak. Tehát tudtam róla, illetve a MOL alapítvány adatvédelmi okok miatt rögtön tájékoztatott, hogy kiktől kapta meg az adataimat. Viszont ez novemberben volt, és a döntés februárban született meg, tehát azt azért álmaimban sem gondoltam volna, hogy az ország összes tanárából, ugye 160 nevezetből be fogok kerülni a 11 közé. A matematika tanárral arról is beszélgettünk, hogy az online órák egyértelműen nem csak a diákok számára igényelnek nagyobb energiabefektetést, hanem a tanárok is küzdenek a maguk módján az új módszerrel, és egyben azzal, hogy fenntartsák a tanulók érdeklődését. Egy digitális óra az annyi energiát kivesz egy tanárból, mint 12 élő óra. És mindent el kell követni az embernek, hogy át tudja adni a tananyagot, mert erre is vannak már számok, hogy nekem 20-szoros energia befektetése van szükségem ahhoz, hogy ugyanazt elérjem, mint hogyha élőben ott állok a diákok előtt. Hát elég sok mindent ki kell találni, illetve én mindig a diákokhoz igazodom, tehát eleinte, amikor még nagyon kezdő voltam ugye tavaly ebben, akkor mindenféle anyagot küldtem, videót néztünk, megbeszéltük, a lámpára rögzítettem a kamerát, hogy lássák, mit írok a füzetbe, és akkor a diákok annyit mondtak, hogy tanárnő, ez mind nagyon szép, de ugyanazt szeretnénk, mint élőben. És ezzel elkezdtem gondolkodni, egy hétvégén betelt, mire eszembe jutott, hogy hát akkor ez csak egy flipchart tábla, mert hogyha van egy flipchart táblám, akkor elvileg ugyanúgy tudok magyarázni és táblára írni, mintha élőben lennénk, és akkor ez így alakult ki, hogy valóban ezt valósítottam meg, és így hasonlított leginkább az élő órára, viszont kevesebbet lehet egy digitális órán tanítani jóval, mint élőben. Hát a motivációjuk nagyon csökkent, főleg most már nagyon régóta, tehát lassan fél éve vagyunk digitális oktatásban, úgyhogy ez nagyon-nagyon érezhető rajtuk. Személyiségfüggő a diákoknál, hogy ki mennyire viseli ezt jól. Van, aki egész jól viseli, és van, aki nagyon rosszul. Mindig követni szoktam a lelkiállapotukat, erre nagyon-nagyon odafigyelek, és igazándiból a 45 perces órákból, mint az előbb említettem, jóval rövidebbeket kell tartani, ezért körülbelül 20-25 percet lehet maximum tananyagra fordítani, és én a többi időben motivációs idézeteket, hibakultúrával kapcsolatos idézeteket, vicces matematikai képeket mutatok nekik, és ezekről szoktunk beszélgetni, amivel tudok rajtuk segíteni, illetve tudom őket motiválni. Ivánkovics Anita emellett az intézményben a hibakultúra csoport vezetőjeként is tevékenykedik. Megkérdeztük tőle, miben segítheti ez a módszer az oktatást. A hibakultúra, ez igazándiból a magyar oktatásban egy új keletű dolog, vagy egy kevésbé ismert. Azt el kell, hogy mondjam, hogy erősen hibaközpontú a magyar oktatás, és jó lenne a hibára egy kicsit pozitív szemlélettel tekinteni. Tehát, hogyha pozitív dolognak vesszük a gyerekek hibáit,
akkor egy teljesen más fókuszba állítjuk, nem félnek a hibázástól, hanem tanulnak belőle. És egy picit ebbe az irányba szeretnénk terelni a tanítást és a tanulási folyamatot, és igazándiból ezt takarja egy egészséges hibakultúra. Ivánkovics Anitát az alapítvány a Kedvenc online tanárom 2020-as cím mellett oklevéllel és 200 ezer forint tiszteletdíjjal jutalmazta. Az interjú alatt elárulta, hogy a virtuális tanítás mellett igyekezett hasznosan tölteni az idejét. Több olyan virtuális továbbképzésen és előadáson is részt vett, amelyekre egyenként képtelenség lett volna elutaznia a munkája mellett. Szemléletét igyekszik átadni a diákjainak, amely szerint a nehézségekre tekintsenek lehetőségként, így az élet akadályait is könnyebben vehetik majd. Az ember társas lény. Szükségünk van kapcsolódási pontokra és arra, hogy kommunikáljunk egymással. Szeretetet, törődést, odafigyelést remélünk a másiktól, és bennünk is ott a késztetés, hogy kifejezzük az érzelmeinket mások felé. Az online ismerkedés alkalmával számos veszélynek vagyunk kitéve testileg és lelkileg egyaránt. Szakértőket kérdeztünk arról, hogyan kerülhetjük el az online ismerkedés csapdáit. Bár az elmúlt egy év a virtuális kapcsolattartásra kényszerítette főként a fiatalokat, az online tér azonban csak másodlagos a társas interakciók szempontjából. Hajdú Éva párkapcsolati tanácsadó szerint mindenképpen a személyes ismerkedést válasszuk, az interneten csak átmeneti jelleggel tartjuk a kapcsolatot. Sokszor azt tapasztalom, hogy sokan belemennek egy káoszos történetbe. Nem biztos, hogy azzal a céllal jelenek meg ebben az online térben, hogy én tényleg társat keresek, és így nagyon könnyen beszippanthatnak olyan folyamatok, aminek nem az a célja, hogy valóban társat keresek és társat válasszak. Hogyha én a valódi térben tudok kommunikálni és konfliktust kezelni, én azt tapasztalom, hogy ez egy nagyon komoly erőforrás, nagyon komoly eszköztár arra, hogyha olyan helyzetbe kerülök az online térben, ahol veszélyesnek érzem magamat, vagy úgy bánnak velem, ami nekem furcsa, vagy azt tapasztalom, hogy nem tudom azt kezelni, akkor fogom tudni kezelni határozottan magam biztosan beleállok, hogyha a valódi térben ebben már van tapasztalatom, tanulok kommunikálni, tanulok konfliktust kezelni, és vannak megoldásaim önmagammal szemben, vannak pozitív megtapasztalásaim, hogy ezt hogy tudom kezelni. A veszélyekre vonatkozóan szerintem ez a legfontosabb fegyvertár, hogy a valódi térben tanuljunk meg kommunikálni, konfliktust kezelni, és az online tér veszélyei nem fognak minket beszippantani. Hajdú Éva szerint fontos, hogy elsősorban a minőségi kapcsolatok kiépítésére törekedjünk, ennek pedig szükséges velejárója az, hogy kialakítsuk a határainkat és megtanuljuk kezelni a személyes konfliktusainkat. Azonban sokan vannak, akik az online térben még inkább megnehezítik ezt a feladatot. A párkapcsolati tanácsadó felhívja a figyelmet a mindennapi játszmákra, amelyek egy előre megírt forgatókönyvként irányítják a beszélgetéseket. Emellett egyre többen vannak, akik az ismerkedés alatt, főként a digitális kommunikáció során egyik pillanatról a másikra felszívódnak, magukra hagyva így a másik felet. Ez negatívan hathat a lelki világunk mellett későbbi életünkre is, ha nem tudjuk, hogyan kezeljük, állítja a szakember. A játszmát én úgy hívom, hogy ez egy gyilkos fegyver. A hétköznapi, nagyon aranyos életben párok ezzel teszik tönkre egymás érzelmi életét is, hogy nem vállalunk fel dolgokat, ugye a ghosting, hogy szellemmé válok. Itt pont ez az egyenes őszinte kommunikáció van, az érzelmi intimitás, az emberileg, érzelmileg történő kapcsolódás történik meg, és ennek a teljes hiánya az, amikor a ghosting, amikor szellemmé válok, és rendszeresen ezt csinálom másokat. Ugye ez a ghosting, ez a szellemmé válás is egy konfliktus helyzet. Ugye azt mondjuk, hogy nagyon fontos a kötelékteremtés, hogy tudjunk egymással kapcsolatba lépni, hogy egy pár kapcsolatban is pont ez a kihívás, és ennek a teljes hiányát
jelenti végül is az, hogy van egy helyzet, amit nem tudok kezelni, és nagyon sokan ezt választják, hogy szellemmé válnak. Van, aki ettől szenved, és van, aki pedig felvállalja a szellem szerepét, de ez érzelmileg, emberileg egy iszonyatosan megterhelő élethelyzet, ezt átállni, ezt átérezni, és ugye ennek különböző stílusa van, van az úgynevezett morzsa dobáló, aki van, de úgy érzem, hogy nincs, de azért érzem, hogy van, mert mindig valamit valahogy jelentkezik, mindig valamit ígér, úgy érezzük, hogy morzsát dobál, de ettől nem lakunk jól. A másik, amit szoktak mondani, a tenger alatt járó típus, aki a semmiből jelenik meg, és tehát ez az érzelmi életünket feldúlja, és ezt nyugodtan játsz, én ezt erőszakdemonstrációnak, erődemonstrációnak hívom elsősorban, amikor az ember alkalmatlanná képtenni válik az együttműködésre. Az internetes társkeresőket és cseteket azonban többen használják rossz szándékú célokra és visszaélésekre, ezeket pedig egyre nehezebb kikerülni. Putnik Zoltán azt tanácsolja, hogy ismeretleneknek semmiképpen ne küldjünk fényképet vagy videót magunkról, ugyanis könnyen visszaélhetnek vele, akár zsarolhatnak is bennünket. Emellett felhívja a figyelmet arra, hogy ha beszélgető partnerünk folyamatosan pozitív képet fest magáról, az anyagi helyzetéről, vagy mindig mindenben egyetért velünk, kezeljük megfelelő óvatossággal, valamint az első személyes találkozó esetében is érdemes előre gondolkodni. Egy ismeretlen emberrel történő első személyes kapcsolat felvételén nagyon-nagyon fontos az óvatosság és az előre tervezhetőség. Kezdjük a fiataloknál. Amennyiben a fiatalok egy online térben megismert, számukra addig ismeretlen személlyel kívánnak találkozni, hogy semmiképpen sem titokba, az ő nyelvükön mondva a sutyiba próbálják meg intézni, hanem mindenképpen tájékoztassák arról a szülőket, felnőtt rokont, hogy ő mikor, hol és kivel szeretne pontosan találkozni, hiszen ha bajba kerül, akkor a segítség csak innen érkezhet. Nagyon fontos, hogy az első találkozásnál, amennyiben ismeretlen személlyel találkozunk, nagyon fontos lenne nyilvános helyszínt választani, ott, ahol több ember van, adott esetben akár tömeg is van, hiszen bármilyen kellemetlen esemény vagy dolog történik a találkozó, a randevú során, akkor mindenképpen könnyebb segítséget kérni. Ezekről az időpontokról, találkozási időpontokról pedig, ahogy mondtam is, mindenképpen tájékoztassam minél több embert, még hogyha esetleg kellemetlen is, még hogyha kicsit ciki is fiatalként, viszont a biztonságunkat csak így tudjuk garantálni. Putnik Zoltán azt is hangsúlyozta, hogy a címünket, a bankkártya adatainkat, a telefonszámunkat és más személyes információt ne osszunk meg olyanokkal, akiket személyesen még nem ismerünk. Amennyiben valaki úgy érzi, hogy az interneten bármilyen formában visszaélés áldozata lett, haladéktalanul forduljon a rendőrséghez. Figyelmeztet a rendőrhadnagy. Hashtag szólj hozzá! Ezzel a címmel indul ifjúsági magazinunk új rovata, amelyben minden hónapban egy olyan kérdést teszünk fel, amely közvetlenül érinti a generációtokat. Első alkalommal az érettségiről faggattuk az idei végzősöket. Nehéz volt, azt el kell mondani, viszont egy szempontból egy kicsivel jobb volt, hogy többet tudtunk foglalkozni saját magunkkal, és hogy mikből tudunk fejlődni, és mikből vagyunk még lemaradva. Úgyhogy a lemaradásainkat vissza tudtuk így hozni egy kicsivel, én úgy gondolom. A tapasztalatom az, hogy annyira nem volt nehéz nekem, és ennek örülök is. Igazából szerintem ez egy, meg tudtunk birkózni ezzel a feladattal most így az első nap. A digitális oktatás olyan téren jó volt, hogy több szabad időt adott, és kevésbé stresszeltünk, mint hogyha mindenbe be kellett volna jönni. Viszont pont ezért, aki kevésbé szorgalmasabb és kicsit noszogatni kell, szerintem sokkal nehezebb volt nekik. Köszönjük nekem is. De egyébként szerintem azért meg lehetett birkózni vele. Hála Istennek a tanáraink apai tajainit beleadva segítettek nekünk fölkészülni. Így talán ezzel sok-sok segítséggel viszonylag könnyen vehetőek voltak az akadályok. A mai érettségi számomra viszonylag könnyű volt, jól feküdtek a feladatok. Beszéltem a barátaimmal, a többiekkel, úgy látom, hogy nekik se sikerült annyira rosszul. Egy jól összeállított feladatsort kaptunk, ami teljesíthető volt.
különösebben nem éreztem nehéznek, szerintem bőven teljesíthető volt a felkészülésed. Az elmúlt néhány hónapban már az elmúlt évek érettségi feladatait csináltuk, ami szerintem egy fokkal azért nehezebb volt, mint azok, amiket most adtak, úgyhogy én úgy érzem, hogy teljességében felkészülten jöttünk ide. Én úgy éreztem, hogy felkészülten érkeztünk ide, ez főleg abból származott, hogy a tanárok megmondták, hogy körülbelül milyen típus feladatokból kellett felkészülni, ezeket természetesen átnéztük előtte, de a november óta való online oktatást sajnos elég hátráltatónak vélem, ugyanis vannak sok ismerőseim, és én is közéjük tartozok, akik hallástán tanulnak, és ez nagyban hátrány nekünk. Nem, a felkészülés az nem volt, de a tanáraink rengeteget dolgoztak azért, hogy most lebírjuk idén érettségizni, és szerintem nem voltak nehezek a feladatok, igazából minimális rákészüléssel teljesíthetők voltak, szerintem a novella elemzés az kifejezetten nem volt nehéz, és a szövegértés is egy nagyon emberséges szöveggel és kérdésekkel érkezett, szóval szerintem könnyű volt ez a magyar. Ennyi volt mára a Zoom. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ötleteiteket, észrevételeiteket az info@bajaitelevizio.hu e-mail címre küldhetitek Zoom jeligével, valamint ha kíváncsiak vagytok a többiek véleményére, legújabb rovatunkba is várjuk kérdéseiteket #szólj hozzá jeligével. Júniusban jövünk a friss adással, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!